II. világháborúban amerikai katonák szálltak le a Csendes-óceán a világtól távol eső szigetein, hogy utánpótlásbázisokat és repülőtereket építsenek. A háború befejeztével azonban hazarepültek. Ekkor különös dolog történt. Az ott élő emberek, akik a kőkorszak szintjén éltek, bambuszból és szalmából repülőgép totemeket készítettek, primitív leszállópályákkal, remélve, hogy visszahozhatják az idegeneket, akiket istenként tiszteltek. Hiszen olyan kincseket kaptak, amiket még sosem láttak, fegyvereket, szerszámokat, amelyeket még sosem ismertek. Egy kiválasztott kis csoport rendíthetetlenül kémlelte az eget. Egy új vallás megszületésének lehetünk szemtanúi. A jábehatás. Mózes pedig őrzi valaző Ipának, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajtá juhokat a pusztán túl, és utaz Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenik néki az Úr angyal a tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. Az Úr pedig mondta: látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyok. És meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből. És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izrael vénei Egyiptom királyához, és így szóltok néki: az Úr, a héberek istene megjelent nékünk. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, és megsokasítom az én jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén. És a fáraó nem hallgat reátok, akkor én kezemet Egyiptomra vetem, és kihozom az én selegeimet, az én népemet, az Izrael fiait Egyiptom földéről, nagy büntető ítéletek által. És mondta az Úr Mózesnek: menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttök. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtok tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És mondta Mózes: ezt mondja az Úr: éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, és nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földén, amelyhez hasonló nem volt, és hasonló nem lesz többé. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván: e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárány, és ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete estennen. És vegyetek a vérből, és azokban a házakban, ahol ezt megeszik, kincsenek a két ajtóférre és a szemöldökfára. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás. Mikor által megy az Úr, hogy megveri az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán, és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
mondja Mózes. Nem engedem, hogy a